Üdv mindenki, aki Durász után folytjuk a The Great Isitani Chronicles 5. epizódját az első perre. De még miért belevágnék, elfejtettem volna megmutatni az első nyomozást. A nő. Jó. Akkor ki is szállhatunk. Igen, The Woman. Tehát csak meg kell vizsgálni ezt a tüzet. Nem csak. Igen, most ez az a következő vímányat meg akarok szerezni. Ezt nem sikerült megszereznem, amikor gyakoroltam. Úgyhogy most első alkalommal összehozom, de már megtaláltam a megoldást. Amikor felébredsz, az attól már állapodott. Jó reggelt, Gini. Beundok. A barát. Suzira gondolok. Suzato! Mi felcse, ne? Nagy bánat, hogy megteszem. Egy is ég van. Szóval felre az egyetlen. Ez is megjött. Tudod aludni? Hadd-e a lába. Mi mit kérsz itt? Ha voltam a szükség, akkor támogatunk így. Márhagy a macska! Miért engedi be egy macskát egy tárgyalt el? Vett egy papír. Jó, hi meg a rossz. Nem lehetünk egyet egymásban. Jaj, rossz évek kezdtük. Időjárás jelentésre nevet. Rossz hét mondom. Tehát remélj, hogy Suzi nem késette. Ah, megint az időjárás. Ah, jó, vissza tud menni, de lehet, hogy csak késő.
Múzeumban benne van a, ez a botrány, de... Hogy ez megvédte, mert ő arra célzott a becsönet. Tovább lenni, mint Suzy. Szóval olyan az új asszisztens. Szóval az Suzy-t Iris újra helyettesíteni. Az operáció sikeres volt. De még Early nem jött. Telegramot küldött, hogy értesítse, hogyha... Jól van. Nincs Suzy és nincs Sherlock. Kapert, de ez nagyon hosszú lesz. Borzasztó. De fel van a negyedik rész. Amit ugye is ne hagyjuk, hogy cső. Ne akadályozzák. Mit akarok. Biztosan a Gorig. Ezt is sok arra. Vagy ez a tanulta, hogy cső. Muszáj hinni valakire. Rájön az kenárodó is, Iris, Wilson kontra Belekon Six. A vád készen áll. A védelem készen áll. Öt évvel ezelőtt távolott az ügyész... Hogyunk vissza az ügyész karrierétől. És két hónappal ezelőtt aztán, és most megint itt van. Hát biztosan komoly lehet azok, ahonnak csak az én esetemben, de ahol úgy észkedni. Két év után meg két nem visel el. A gazdag köcsögöket, mint meggyőlít. Mert az megérít. Ha tudta volna, hogy milyen szörnyetek, akkor nem védtem volna. És aztán... És még gyűltem. Amikor barátod nevezi magad, és elárulja. Japánokat árulónak tartja. Igen, barátod nevezi magad, és kicsit elárulja. De kell, hogy legyen. Van, hogy jön, miért tartja árulónak a japánokat. De vajon mit vétett egy japán vele szemben?
Ez itt a kérdés. Hát, az elke is vagy, hogy a Great Eastern, a kedvesebb. A hat zsűri. A negyedik képzóbos, mert a takarító visszatért. Az új zsűri tag, aki sztereoszkópot is használ. A sebész. A telekommunikációs, aki azt mondja, blablabla, stop, és így orosz, rossz szakállas, egérre. Hát felismerj ezeket a zsűriket. Majdnem mindenki itt van. Random vannak kiválasztott. Idegvér gyilkossága a temik. Pop Windy Bank, az által csöntsző tulajdonság. Hába lőtti. És itt a fékíves bizonyíték rá. Egy lövéssel instantan meghalt. És szíven találtak. Sajtség törli, az mit fél? Kijelenthet. A tettés bizonyára alacsonyan lehetett. Olyan méretű, mint a vágó. Szóval ez lenne a bócolás jelentés. Ez a talaj tervrajza. Itt ketten voltak az egyik ájult, a másik pedig halott. És be volt zárva az ajtó. És nem lehetett ott még valaki. És csak kezében fegyver volt. Na, senki se kételkedik abban, hogy jól gyűlt. Csak ők ketten. Csak most kezdte el a vád a tárgyalást. Két tanú is volt ott. Van másik után, de a lágy igazi tesztelő, de persze. Thank you.
Igen, a fegyvert is hozzáadják. Mert nem jól jó a helyzet. Most már leveti a köpenyt. Két desfér és Gregson. Nézd, Tarkin. Ringo Tarkin, a testvérek. Freddy, hát biztos a rossz fiú. Hát. Ez most komoly! Nem idióta. Ők voltak, de nem egyszerű tanulók ezek, hanem rabok is. Így akármi történik is, nem fogják szabadulni. Igen, le vannak tartóztatva rablás miatt, így mindenképpen mennek majd a cellába. Kis. Szóval illegálisan mentek az állatkölcsönzőbe. Amikor betörtek, akkor voltak tanulói a gyilkosságon. Mindegy, hogy a tárgyalásban ezt nézzük. Igen, ma Grayson sem volt köszönöm. Ilyet a vallomás, a desvények vallomás. Skull köszönöm az... Adták az autóbuszt. Belülről volt bezárva az ajtó. De nem vittek el semmit. Csak elfutottuk. Vigyézzük ezt. Én, hogy be volt zárva az ajtó. Tehát nem juthattak be. Csak ketten voltak ott. Megbélyen ott a halusság vagy miatt. Le kell mutatnom a valamásikat, az biztos.
Most ki kell kapcsolni egy kicsit az autót. Hold it! Szent. A csip. Hát ezt nem is kell kommentálni. Igen, arról beszélt. Excuse me! Bármit választhatok. Na ezzel megvan a vívmány. Jó, most ez megvan. Akkor... Most jött az igazi hold it. Nem vittetek el semmit? Utálják az erőszakot. Nem, most meg kell említeni, hogy nem találkozhatok-e valakivel. Meg kell említeni azt is, hogy lőttek. Igen, de a fegyvere tényleg volt. Hogy távoztatok. És rátettek Sherlock Holmes. És kórházba került. Megtalálták a fegyvert is. Azt a, azzal volt az ő revolverük.
Ők azt is hozzáadják. Közelebb volt, hogy bemutattam a bizonytékot. De bizonyíték el, hogy azzal lőttek. Én ott voltam, de más nem volt ott, úgyhogy kell bizonyíték. Szóval kell nekem bizonyíték. Üzleték, hogy esít. Na, se arra kell... A kisobá az ez. A porkó jó van. Tehát vérnyomokat is találtunk. Persze, hogy nem megbízhatok, mert van mindig kihagynom. De mert ráanalizáltuk a vérmintát. Take that! Igen, de ott van egy golyó, egy golyósú. Van, de volt érte a talhat. És pontosan 16-án. Ez bizonyítja, hogy lőttek. És mi gond erre a vált? Nem tiltakozik. Valami nincs nekem. Legalábbis töltök be a testvér. Igen, el is megyem, mit mondtuk. Mert ez a baj, nagyon baj van. Nincs mit hozzáadja. Szóval tudta ezt végig. Gratulálás ezért. Most bevizetettem egy dolgot. Hogy én egy lövés elhangzott. De így akkor nem bizonyítható az, hogy ők ölték meg Paul Finnebacket. Hogy nincs közük Finnebac halálához.
Amit a gyilkosság is, bizony, de a Jerry miatt is ezt kezdhette. Szóval masinákat építed be oda. Egy helyi rekorder. Vagyis fényképező gép volt az állapotok szóra. És fél óránként mindig fotóz. Azt is lemutatja valaki, hogy vél van kezdve. És már vannak fotók is. 8:30-kor, 9:00-kor, 9:30-kor. Szóval ott volt az a két fényképezőgyi. Szóval konyában nem lettek lebukva. A női meg... Szentségük től kedvezett. Kurva! A vádlott kezében fegyver van. Na ez egy dobban már elbukott. Hát ez már egy bizonyíték, hogy fegyveres betörés. Ez most már elfogadja a bizonytégnak. Hát úgy néz ki, hogy egyszer... Már ő se hiszi ezt. Úgyhogy képes volt fegyvert rántani. Hát ez a bizonytéka már van... Már tesznek róla, hogy... Úgyhogy már... Már szkültés is miatt elítélik. Tudik, hogy most már be. Ez egy komoly pofáros is lesz. Másrán siába. Bizonyték szá. Hát ezért nem okolhatjuk az kiszt. Az ő úgyis felok találmánya volt.
Maki stop, stop, stop. Guilty. 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 Aki nem emlék, azért, hogy gyorsan szedben azt mondták, hogy itt zár. Hát ez elkerülhetetlen volt. Nem csoda, ez az utolsó epizód. Hát ez bizonyítja, hogy a fegyveres betörés, de azt nem ott lő. Most a zsűri vizsgálat következik. És az a vége is az első résznek. Persze, nem foglak hagyni nyerni. Tovar a nával minden bizony. Aki stop! Stop! Biztos abban adja. És megállt a dolgodik. Hát ezzel, hogyha fegyver van a kezében, akkor de ugyan barbosolódta magát. Hát tőlük anyának segítéket van, nem pedig ellenünk. De van bizony látik-e? Ez az igazságot rohadt nehéz ezt kidejteni. Zsűri vizsgálat. Tehát a fegyveres betörés... Tehát mivel a fegyveres betörésnél lebukott, ezért akár sikerül megvédenem gyilkossággal csinál, akár nem. Sajnos a bíró nem fogja szabaddá nyilvánítani. Na, nem kell foglalkozni semmivel. Akkor takarító, ezt kell fordulni. Hold it! Feel free, I saw. Egy csomó köcsögöt látod már. Takarító, mi? Megbúcsá falakba. Hogy lelőtték a Sherlockot.
Igen, a testvérek olyan, hogy a köcsögök. Bűnhődjék ki azért, amit lelőtték a nagy detektívet. Na itt már van egy mondás. Na ez kellett ide. Ugyanis, ő azt mondja, hogy, hogy biztos abban, hogy a testvérek ártatlanok, úgyhogy... Objection! Én nem tud angolul. Biztos nem hallotta rendesen. Nem hallotta rendesen. Igen, egy orosz kölcsön. Igyekozatlan volt, hogy Zsüri vett egy ilyen kis győr, csak orosz embert. Egyen dolgom, amit sem. Megvan, lefogyózom. Azt sajt hallottam csak, hogy én nem vittek ezt sem. Senkiben nem bízik. Igen, a betörés sajt a bizonyítunk. Szóval a testvérek nincs fényképes bizonyíték. És itt az egy 30-as kép. Szóval össze kell hasonlítani az ígyólásra, meg az egy, fél ketteset. De kell, hogy legyen valami kaktojás. Nem jó. Szóval nem értette a szituációt. Nem bősíteni meg a... De azt nem szereti, hogyha a... Ez még csak kezdett volt úgyis. Post-shooting photo. Egy szükség is ez később. Ez
az a soppos részre csinálom. Stop! Elektronos telegramjuk is van. Mert tudnak információt szeretném irány. Jaj, ne is vedd is már a stoppozást! Most itt lelassítok. Játéknak nevezze a telekommunikációs eszközt. Ez valakinek nem tetszik. Méghozzá neki. Úgyhogy... Excuse me! Van valami mondandót? Nő, az ötödik zsűrihez. A stereoszkóp az... Ja igen, a stereoszkóp. Az szerintem játék. Háromdimenziós. Használok a stereoszkópot. Ez csomó lecsés válaszkívés. Milyen lecsés válaszkó? Például a bőntény helyszínét. Ha van két pár, akkor van két fotóktal megtaláljuk a rejtett nyomot. Ha megnézhetni? Abszolút. Az egyik, amit kell mutatni, az ez. Take that! A másik pedig, amit most mutattak be, ami ezt is volt. Úgyhogy take that! Hogy működik a stereoszkóp? Meg kell nézni a különbséget a kettő között. Főleg, hogyha közbe tesszük a szemet. Na. Meg ezt a szemes dolgot mutatja meg. Három dimenzióban nézni. Már ezt is vette. Megtalálta a titkot. Ezt! Mert tudom, hogy az megint.
Igen, van a különbség a kettő között. Lesz a két ember volt ott, aztán még egy sem. A Sám dimenziónban nézzük kettőt. Igen, kell bekenteni a szemet. Igen, láttam. Szóval a kakutójás itt van. Átnézték, igen. Valaki szeroszkópa mag, igen, egy kezdetett szemmel. Mikor is? Hát valaki is így keresett túl. Manipulálta a bizonyítékot. Mi talán utították volna egy kicsit. Kétszer következik. Szóval el voltak mozdítva a tárgyak. Na, erre már kétféle válasz létezik. Bármelyiket ezek közül választhatom. Ez ki, mert szóltam, bejöhetsz, cél, mert színű kérő, kocic, az a kérő, hús, te vagy az a kis bultus. Ez az a kérdés, hogy valami miért mozdították meg? Akkor bizonyán valami kereste. De bizonyán hazudhattak is. Vagy valakit védte. Biztos a fegyver azt kérte, hogy menjen be, nyissa ki azt az ajtót. Biztos, hogy a szkálként esők tolvajon. Valamit kerestek.
Érted, miért elvitt a kasom, meg ki kell kérdezni őket. Döntetlen. Egyet értve, mi sem már megint stoppozik. Hát folytatjuk el tovább. Hát igen, így erre még jó volt. Még hasznos lehet az a szélszkú. Így ez be is megy a bizonyítékok közé. Új valamás kérdre, testvérek. Ha itt látjátok, azt szinti, hogy már be is fejez. Ez még csak az elején volt. De legközelebb ott folytatjuk. Ennyi volt már. Iratkozzatok el a csatornámra. És nyomot rénákot. És később folytatjuk a második perre. Még miatt kiszállnék. Meg kell tudnom valamit. Majd megszereztem el azt a vívmányt. Új vívmányon láthatán Sulky Story. Szűrt Nation Inconvento. Bár próbassam. Igen, pontosan néz a valomásokban. Pursue kétszer. Neki is, meg neki is. Ez volt a cél. Ez már Rizóban lehet megoldani. Úgyhogy majd ez a vívmányon nem kell foglalkozni. Már meg volt. Már csak meg kell csinálni. Miután ez megvan, most megszerzem a két epizóddal az Ace Aficionándót. Jó, ennyi volt már. Búcsúzom, szevasztok!